Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Nyári diák munkaprogram, mintegy 800 diák részvételére számítanak Tolna vármegyében. Érdemes tájékozódni nyaralás előtt, nem vihetünk magunkkal bármit, és fontos a mennyiségre is figyelni. Felhőtlen kikapcsolódás, kinyitott a bonyhádi élményfürdő. Nagy figyelmet fordítanak a környezetvédelemre, ökocímet szerzett a vendéglátóipari iskola. Akár több mint 220 ezer forint összegű fizetést is kaphatnak azok a 16 és 25 év közötti fiatalok, akik dolgozni szeretnének a nyáron. Ismét elindult ugyanis a nyári diák munkaprogram. Az eddigi évek tapasztalatai alapján mintegy 800 tanuló részvételére számítanak Tolna vármegyében. A kormány 2023-ban is meghirdette a nyári diák munkaprogramot, amelyet mintegy 3,5 milliárd forinttal támogat. Ennek célja egyebek mellett a fiatalok munkatapasztalat és jövedelem szerzése. A dolognak az a lényege szerintem, és bízom benne, hogy jól gondolom, részben a diákoknak lehetőséget nyújtani arra, aki szeretne dolgozni, hogy legális körülmények között tudjon dolgozni. Nagyon fontos szabály az, hogy 16 év alattiakat például nem lehet ebben a programban, és egyébként sem, tehát a munkajogilag ez kizárt, hogy 16 éven aluli dolgozzon. Tehát nyilván egy legális munkavégzési lehetőséget biztosítani. A támogatást a munkáltató veheti igénybe, a program két pillérre épül, önkormányzati diákmunkára, illetve a fiatalok dolgozhatnak a mezőgazdaság, a turizmus vendéglátás területén. Fontos, hogy a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulóknak kell megkeresniük a lakhelyük szerinti illetékes foglalkoztatási osztályokat, ott tudnak regisztrálni szolgáltatáskérőként. Ilyenkor elkezdik hozzájuk párosítani a beérkezett kérelmeket, amiket a cégeknek kell benyújtani ahhoz, hogy tudjanak fiatalokat alkalmazni. Az önkormányzati munkánál a bér 100%-át támogatjuk, itt maximum 6 órás munkát lehet végezni, a mezőgazdaság és vendéglátás terület pedig 8 órás munka is végezhető, annak viszont csak a 75%-át támogatjuk. A támogatás utólagos kifizetéssel kerül elszámolásra, ami azt jelenti, hogy a cégek kifizetik a bért, a munkaszerződés szerinti bért, mert hiszen a diákokkal munkatörvénykönyve szerinti munkaszerződést kell kötniük. A főosztályvezető hozzátette, hogy az eddigi évek tapasztalatai alapján mintegy 800 diák részvételére számítanak Tolna vármegyében. A szekszárdi önkormányzat is csatlakozott a programhoz, a városvezetés 18 tanulónak tud munkát biztosítani. Rövid időn belül elkezdődnek a zöldváros programnak a megvalósítása a városba. Hát ha nem is annak konkrétan a munkálataiba, de a járulékos tevékenységbe biztos, hogy részt kell venni majd a diákoknak is. És még egy nagy feladat a játszótereknek a karbantartása, a rendbetartása, különböző védőkorlátok, kiegészítő berendezések, karbantartása, festése. Emellett lesznek, akik a polgármesteri hivatalban fognak adminisztratív feladatokat ellátni. Azoknál a munkaköröknél, amelyek szakképzettséget igényelnek, 222 ezer forintot, amennyiben nincs szükség szakképzettségre, akkor 174 ezer forint fizetést kapnak a tanulók. A nyári diák munkaprogram július 1-től augusztus 31-ig tart. Jövő január 1-től emelkedik a babaváró hitel és a falusi csok keretösszege, az 5000 főnél nagyobb települések esetében viszont új támogatási rendszert dolgoz ki a kormány, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. A tárcavezető közölte, a kormány áttekintette a családtámogatási rendszert, a babaváró hitel esetében a kormány ösztönözni szeretné, hogy minél korábbra kerüljön a nőknél a gyermekvállalás időpontja. Ezért 2024. január 1-től azok a házaspárok vehetik fel, ahol a nő 30 év alatti. A hitel összegét 10-ről 11 millióra növelik. Gulyás Gergely közölte azt is, a csok falun érvényes szabályait megtartják, és 50%-kal megemelik a keretösszegeket. Ugyanakkor a városokban a jövőben nem lehet majd igénybe venni a kormány új támogatási rendszert dolgoz ki az 5000 főnél nagyobb településekre.
Bár az unión belül a vámszabályok sokkal lazábbak, mint a szövetségen kívüli tagállamok esetén, így sem árt tisztában lenni, hogy miből és mennyit hozhatunk be magunkkal egy külföldi nyaralás végeztével. A NAV szakértője szerint a pihenés megkezdése előtt érdemes tájékozódni. A nyár beköszöntével sokan kelnek útra, és egyre többen választanak külföldi célállomást. Ehhez viszont nem árt tudni, mit lehet és mit nem lehet ki, illetve behozni Magyarországra. Az unión belül saját célra vagy ajándékba a legtöbb dolgot szabadon utaztathatjuk a határokon át, ha busszal vagy autóval közlekedünk. Fontos viszont tudni, hogy cigarettából maximum 800 szálat, sörből 110 litert, borból pedig 90-et vihetünk magunkkal mindenféle előzetes engedélyeztetés nélkül. És érdemes a gyógyszerekre is figyelni, mert ha valaki vénkötelest vinne külföldre, akkor a házi orvossal engedélyt kell iratni. Hogyha a házi kedvencünket magunkkal szeretnénk vinni, akkor csak állatútlevéllel tehetjük meg, ez az úgynevezett pet passport, amit a gazdi állandó lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak a vadon élő és veszélyeztetett állat- és növényfajokra, az ezekből készült termékekre, illetve ezek élő és élettelen egyedeire, ideértve ugye a vadásztrófeát és a preparátumot is. Például egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknőspáncél, vagy például speciális, különleges, egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozatala esetén természetvédelmi bírság és akár 3 éves szabadságvesztés is kiszabható. Különleges szabályok vonatkoznak a repülőgépes utazásokra, kiváltképp akkor, ha az úti cél az unión kívül volt. Légi úton 200 szál, egyéb úton 40 szál cigaretta, 16 liter sör és 4 liter bor hozható be adó- és vámmentesen. Az alkohol és dohány termékek kivételével az egyéb áruk légi úton 430 euró, egyéb úton pedig 300 euró értékben hozhatok be adó- és vámmentesen. Ez esetben hazafelé szigorúan ellenőrzik, hogy miből és mennyit próbálunk behozni. A szakértő szerint rendkívül fontos, hogy amennyiben az unión kívülre utazunk, tájékozódjunk a célországban érvényes szabályokról. Ezt a legkönnyebben a Magyar Nagykövetségek honlapjain tehetjük meg. A szinte egész évben üzemelő fürdők mellett a vakáció kezdetére országszerte fokozatosan megnyitnak a strandok is. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően ezek kétharmada kínál minőségibb vendégélményt a pihenéshez, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség csütörtökön. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy mindez azért is fontos, mert a főváros után azokon a hazai településeken valósul meg a legtöbb vendégészaka, amelyek vízi élményeket kínálnak. Az elmúlt években jelentősen megszépültek családbarát és akadálymentes szolgáltatásokkal, változatos sport és szabadidős lehetőségekkel gazdagodtak a strandok. A közlemény szerint országszerte összesen 73 település 140 szabad vízi fürdőhelyének megújulását tette lehetővé a kormány hazai forrásból. Országos átlagban folyamatos csökkenés jellemzi a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációját, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán honlapján. A mért helyszínek többségét stagnálás jellemzi, csökkenő tendencia a városok 40%-ánál mutatható ki, írták. Hozzátették, a koncentráció 16 településen a mérsékelt, 6 városban, Békéscsabán, Szekszárdon, Pécsen, Egerben, Győrben és a budapesti agglomerációs települések közös mintájában az alacsony tartományba esik. Idén is megnyitotta kapuit a Bonyhádi termálfürdő. A strand rengeteg színes programmal várja az odalátogatókat egész nyáron. A kánikulában a legjobban a vízparton lehet eltölteni az időt. Erre kiválóan alkalmas a Bonyhádi strand. A 640 négyzetméteres vízfelülettel rendelkező úszó- és élménymedencék mellett még csúszda és pancsoló medence is várja a legkisebbeket. Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fürdőhelyet már vidékről is sokan látogatják. Ez a gazdag programkínálatnak is köszönhető. 7. hónap 9-én, egy szombati napon, sakk szimultánnak biztosítunk helyet. Az azt jelenti, hogy sakk nagymester fog ellátogatni hozzánk, és igény szerint 15-20-25 asztalon egyszerre sakkpartit fog adni, azon részt lehet venni díjérítésmentesen, tehát akit érdekel, az jól jegyezze meg, július 9-én várjuk a hozzánk sakkozni betérő embereket. De emellett a július végén tartandó éjszakai fürdőzéssel egybekötött fényszínház is nagy népszerűségnek örvend a vendégek körében. A fürdő minden évben alapos átvizsgáláson, felújításon esik át.
régi vágyunk teljesült azzal, hogy a medencékbe való beléptetés során, vagy medencébe való belépés során kedves vendégeinknek a törülközőket messze kellett hagyni ott, ahol éppen letáboroztak. Most kialakítottunk mind a három lépcső bejárat mellett törülköző tartókat, tehát ha valaki kijön a medencéből, akkor rögtön a törülközőjét karnyújtásra megtalálja és meg tud törülközni. Emellett ugye akkor ugye a zöld területünkre nagy figyelmet fordítunk, volt egy-két cserje, ami kiszáradt, azt pótoltuk. A hatósági ellenőrzések lezajlottak, a vízminősége kiváló, hőfoka pedig kellemes 28 fok körüli, a termálvizes medencében pedig 35 fokos. Így mindenki megtalálhatja a neki legkedvezőbbet. De az sem mellékes, hogy a szolgáltatások nagyon kedvező áron vehetők igénybe, már évek óta nem drágult a belépőjegyek ára. A hétvégétől már lehet vásárolni magyar dinnyét, a termelők az idén jó minőségre számítanak, minden körülmény adott az ízletes terméshez, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A fogyasztókhoz elsőként Békésből, Tolnából és Baranyából érkezik dinnye, később Hevesből, július végétől pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Kedvező időjárás esetén akár szeptember végéig is kitarthat a kínálat. A szakemberek 140-160 ezer tonnás belföldi termésre számítanak. Annak ismerteti, a dinnye fajta választéka bővült, termelési technológiája fejlődött, termőterülete tavalyhoz képest 2600 hektárról 2900 hektárra nőtt Magyarországon. A korszerűsítést a kiviteli lehetőségek szűkülése ösztönözte, a magyar termelők külföldi piacainak jelentős részét ugyanis az elmúlt években a görög, az olasz és a spanyol export uralta. A korszerűtlen fajták helyét az utóbbi években versenyképes, jobb minőségű, ellenállóbb oltott és hibrid dinnyék vették át, ma már ezeké a belföldi termőterület 95%-a. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola elnyerte az Ökoiskola címet. Az ünnepélyes átadón az intézmény igazgató helyettese vehette át a díjat a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Erre az alkalomra egy plakátot is készítettek, amiben összefoglalták addigi munkájukat, illetve egy logót is terveztek a gyerekek, ami tükrözi az általános tudnivalókat, illetve az iskola szakmáit is bemutatja. A gyerekek nagyon élvezték a munkát, látszott, hogy érdekli őket a fenntartható, minél kisebb ökolábnyomot hagyó életmód. Építhetünk rájuk, tehát nekik vannak alapjaik, foglalkoznak ezzel a témával, és ez nagyon jó. Van, aki itt ismeri meg az iskolában ezt a témakört, de van, akinek nagyon nem új, és fel kell fedeznünk azt, hogy ebben a korosztályban igenis a 15-17 év, 18 éves gyerekek között igen komolyan foglalkoztatja őket az ökoélet, az ökológiai lábnyom kérdése. Az Ökoiskola a pályázat kapcsán vállalta, hogy minden e köré a témaköré épülő városi rendezvényhez csatlakozik. A fenntarthatósági héten pedig ennek alapján építették fel tevékenységeiket. A tanulók a mindennapi élethez kapcsolódóan ismereteket szerezhettek az ökoéletmódról, még a saját szakmájukra vonatkozólag is. A Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakközépiskola 2022-23-as tanévben nyújtotta be az Ökoiskola címre a pályázaton, amit el is nyertünk, több a féle programot, képzést és egyebeket vállaltunk ebben, ami részben már meg is valósult, nagyon sok dologgal foglalkoztunk a témahéten. Az Ökoiskola cím elnyerésével feladatukká vált, hogy megtanítsák a gyerekeknek, hogy mi is az az ökotudatos élet. A tanárok szeretnék továbbfejleszteni ezt a tudást, céljuk, hogy a gyerekek haza is vigyék ezt az életformát. Az iskola 2026. augusztus 31-ig viselheti ezt a címet, de utána szeretnének majd pályázni az Örökös Ökoiskola címre is. Regionális híreink következnek. Halált okozó injekciót adott a betegnek az ápoló, akár életfogytiglanit is kaphat a férfi. Felvidékről és délvidékről érkeztek orfői vitorlástábor határon túli fiataloknak. Drog-alkohol fesztiválok fokozott elővigyázatosságra hívja fel a figyelmet az addiktológus. Minősített emberölés büntette miatt emelt vádat egy pécsi ápoló ellen a Baranya vármegyei főügyészség. A férfi a dokumentum szerint halálos dózisú káliumot fecskendezett egy COVID-betegbe.
tagadja, hogy direkt tette, de gyanús dolgokat találtak a házkutatás során, amik erősítik a felvetést. Vudubabák a képeken, ezek a fekete mágia eszközei eredetileg. Ilyeneket is találtak annak a férfinak a lakásának ellen, most emelt vádat a Baranyai ügyészség emberülés büntette miatt. A vádirati tényállás szerint a vádlott 2022. novemberében próbaidős ápolóként dolgozott egy pécsi klinikán. A vádlott szakképesítése és munkaköri leírása szerint önállóan nem végezhetett infúziós, transfúziós és injekciós terápiát. A klinika COVID részlegén feküdt, a 82 éves magatehetetlen állapotú sértett. 2022. december közepén a vádlott ügyeleti tevékenységet látott el egy ügyeletes orvossal, illetőleg két ápolóval. Az aznapi laboreredmények szerint a sértetnél káliumhiány alakult ki, ezért az ügyeletes orvos előírta, hogy káliumot kapjon a sértett, mégpedig infúzión keresztül. Ennek a feladata, vagy ez a feladat a nővéré volt, ő elő is készítette az injekcióban a káliumokat, hogy a későbbiekben infúzión keresztül a sértett részére beadja. Időközben a műszakvezető nővért vizitre hívták, ezért megkérte a vádlottat, hogy ellenőrizze a sértett infúziójának az állapotát, hogy annak lefolyása hogyan halad. A vádlott ekkor kihasználta, hogy felügyelet, illetőleg ellenőrzés nélkül maradt, fogta az injekciós tüket, magához vette, majd bement a sértetthez, és közvetlenül a könyülön keresztül a sértett szervezetébe fecskendezte azt. Néhány perccel később a vizitről megérkezett a nővér is, és észlelte az injekciós tüknek a hiányát, azonnal bement a sértett szobájába, ahol észlelte, hogy a vádlott a harmadik injekciós tűt éppen adja be a sértett szervezetébe. A sértett néhány perccel később heveny káliummérgezés következtében kialakult szívelégtelenség miatt elhunyt. Felmerül a kérdés, miért tette ezt az 50 éves férfi ápoló. Az eljárás során nem lehetett megállapítani azt, hogy mi volt ténylegesen az indítéka, illetőleg a vádlott önmagában, vagy magában az emberülés bűncselekményét tagadja, tehát hogy ő neki nem egy szándékos magatartása volt mindez. A foglalkozási szabályszegést, illetőleg nyilván az okozati összefüggést elismeri, amely egy másik bűncselekmény lenne, amennyiben a bíróság ezt fogadná el. Információink szerint azzal védekezik, hogy rosszul olvast el a fecskendőn lévő feliratot, ezért úgy értelmezte, hogy azt be kell adni a betegnek, nem tudta, hogy kálium van benne. Azonban az eredetileg bábkészítő vádlottnál talált bábuk, illetve olyan írományok, amelyek gyilkossági fantáziáit tartalmazzák, gyanússá teszik az egyébként büntetlen előéletű férfit, tudta meg stábunk. A vád szerint a minősített emberülésért 10-20 évet, vagy akár élet fogyték terjedő szabadságvesztést is kaphat. Vitorlás tábort tartanak ezen a héten Orfűn, ahol határon túli fiatalokat fogadnak a Rákóczi Szövetség szervezésében. A fiatalokat meglátogatta szerdán az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is, aki azt mondta, a kormányzat figyel a kárpát-medencei magyarságra, és ezt a hitet erősítik a fiatalokban a nyári táborok. Ne dobjátok! Csak föl, a levegőbe! Készül a közös fotó az Orfűi tónál. Vitorlás táborba érkeztek ide a gyerekek a határon túlról erre a hétre. Felvidékről és délvidékről jöttek Baranyába. Én Szava Márk vagyok, és Léváról érkeztem, Szlovákiáról. És hát eddig nagyon jó ez a tábor, és úgy kerültünk igazából ide, hogy a tanárnő így szólt, hogy ugye lesz vitorlástábor, és ez így az osztályban így nagyon megtetszett nekünk, mert ugye én ugye szeretek úszni, meg így a vízen lenni, és ezért jöttünk ide. És hát eddig a tábor az nagyon jó, az ételek, tehát a reggeli, vacsora, ebéd azok nagyon finomak. A vitorlázás az nagyon jó, tehát szél is azért van, és meleg van, és jó az idő. Így foglalta össze az orfői tábori élményeit a 14 éves fiú. A tábort a Rákóczi Szövetség szervezésében tartják. Az ötletgazda Kollár Lajos professzor, aki a Magyar Vitorla Szövetség elnöke volt. Tusványoson tartottam egy előadást gyerekeknek vitorlázásról. Ez a Riói olimpia után volt, ahol már 3 magyar olimpikonunk volt. A tókiói előtt, az sajnálatos módon, hogy a Covid miatt csúszhat egy évet. És ahogy tartotta az előadást, és néztem ezeket az érdeklődő gyerekeket, akkor egy ilyen furcsa érzésem lett, hogy
olyan dolgokról beszélek, amit lehet, hogy a srácok se az életben nem fognak tudni megtapasztalni. És ebből született az ötlet, hogy akkor még vitorlaszövetségi elnökként meghívtam határon túli gyerekeket vitorlázni. A Rákóczi Szövetség közreműködésével sikerült toborozni gyerekeket a táborokba a magyar lakta területekről. Tihanyban, Nyíklátházán és Orfűn tartanak vitorlástáborokat. Kormány a Rákóczi Szövetség együtt az ő segítségükkel közel 30 ilyen tábort szervez, nem csak vitorlástábort, hanem különböző más programokkal együtt, és mindenképp ez üzenet a határon túlélő, akár délvidéki, erdély, várciumi, felvidéki, és most leginkább kárpátaljai magyarjaink felé, hogy nem hagyjuk őket cserben. Figyelnek rájuk, és éreztetik velük, hogy fontosak az anyaországnak, mondja az államtitkár. Biztos vagyok benne, hogy az utóbbi 5-10 évnek ez a gyakorlata, ami elindult, ez igenis a megerősödés szolgálja. Megerősítjük a diaszporában élő magyarságot, hogy kötődjenek, hogy érdemes az unokákat, dédunokákat magyar nyelvre megtanítani, anyanyelvre megtanítani, de másik oldalról nagyon nagy erősítést ad a határon túlélő magyaroknak, és hiszem, hogy igenis ez a magyarságnak a megmaradását fogja segíteni a Kárpát-medencében, a következő 100 évben is. A gyerekek az államtitkári látogatás után hajókra szálltak. Évente mintegy 300 határon túli fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség táboraiba. Soltész Miklóssal egy hosszabb beszélgetést is készítettünk, ezt Kerekasztal című műsorunkban láthatják. Tombol a nyár, javában zajlanak a fesztiválok, és a fiatalok egy része a nagy szabadságvágytól és a tobzódó hangulattól fűtve gondolkodás nélkül használják a függőséget okozó szereket. A probléma enyhítése céljából egy pszichiáter addiktológust kerestünk fel megelőző tanácsért. A nyári szabadság alatt számos program többnapos, olykor hetes zenei fesztiválok várják a fiatalabb korosztályt. Ilyenkor bizony elkerülhetetlen, hogy több alkoholt fogyasszanak, és még a drog is előkerül. Nem várható el egy fesztivál vagy buli alkalmával, hogy szénsavas üdítőt fogyasszanak a fiatalok. Éppen ezért a mértékletességre hívja fel a figyelmet dr. Szemiác János, pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta, a pécsi drogambulancia vezetője. Legyen szempont a mértékletesség, tehát hogy nem akkor érezzük jól magunkat egy buliba, amikor heti karszalaggal a csuklónkon fekszünk a bejárat előtt az árokban, az nem fesztivál, az egy semmi, tehát akkor legyen mértékletesség. Aztán azt szoktuk mondani, hogy nyilván próbáljunk a törvény keretei között maradni, tehát hogy az alkohol az valamennyivel kiszámíthatóbb, még akkor is, hogyha az alkoholtal is nagyon csúnyán lehet járni, tehát nyilván, amikor illegális drogot szerez be valaki, az mindig egy fekete ló, tehát nem tudjuk, hogy amikor veszünk egy marék port, vagy egy fóliába valamit, akkor az miről is szól, tehát lehetőleg ne használjunk illegális drogokat, ne a fekete piacról vásároljunk. Az addiktológus arra is felhívta a figyelmet, ha már használják a fiatalok a drogot, akkor legalább ne keverve történjen az, ugyanis nem jó mindenféle illegális szert, alkoholt vegyíteni. Jobban szabályozható, hogyha egyfélét használunk, illetve, hogyha már bajba kerültünk, ha akár a barátunknál látjuk, hogy valami nem oké, akár azt látjuk, hogy a szokványos mennyiség elfogyasztása után nagyon furcsa tüneteket mutat, akkor elképzelhető, hogy valami olyan került az ő szervezetébe, olyan anyag került az ő szervezetébe, amit ő nem akart, amire nem számított, akkor meg mindenképpen forduljunk segítségért. Hogyha nagyon akut a helyzet, akkor hívjunk mentőt, hivatalosan, amikor a mentők kimennek, akkor a mentők nem hívhatnak rendőrt. Ez azt jelenti, nem kell attól félni, hogy a segítségkérésnél eljárás is indul. Azonban még mindig jobb, ha valaki belekerül egy rendőri ellenőrzésbe, mintha tragikusan fejeződik be egy jónak indult fesztiválprogram. A figyelemfelhívás igen aktuális, ugyanis kimutatható, hogy a nyári évszakban sokkal többen kerülnek jellemző tünetekkel a sürgősségi osztályra, drogambulanciákra, mint máskor. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Nyári diák munkaprogram, mintegy 800 diák részvételére számítanak Tolnavár megyében. Érdemes tájékozódni nyaralás előtt, nem vihetünk magunkkal bármit, és fontos a mennyiségre is figyelni. Felhőtlen kikapcsolódás, kinyitott a bonyhádi élményfürdő. Nagy figyelmet fordítanak a környezetvédelemre, ökocímet szerzett a vendéglátóipari iskola.
Pénteken már hideg front alakítja időjárásunkat, de folytatódik a túlnyomó részt napos idő. Délnyugat felől országszerte megnövekszik a felhőzet, és az ország más területein is egyre több felé kell számítani esőre. A kora esti órákban a Dunántúl északnyugati és középső részén helyenként a legerősebb széllökések elérhetik a 80-90 km/h. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!